engerek, óceánok vize hullámzott a Mars felszínén, a légkörben felhők képződtek és csapadék hullott, azonban a Marson történhetett valami, és emiatt megszűnt az az óvó burok a bolygó körül, ami fent tudja tartani a folyékony víz létezéséhez szükséges feltételeket. A Mars felszínén állva egy perc alatt körülbelül százszor annyi sugárzás éri az űrhajósokat majd, mint amennyit itt a Földön elszenvednek. Vannak hírek, hogy néhány éven belül embert szeretnek küldeni a Marsra, mondjuk a SpaceX. Én meglehetősen optimista vagyok ebben a kérdésben. Az egyik célja a Mars kutatásnak az, hogy saját magunkat, a saját otthonunkat jobban megismerjük, a másik célja a Mars kutatásának a Földön kívüli élet nyomainak a keresése. A magyar mérnökök, a magyar űripari cégek elismertsége tényleg nagyon magas, mert a Magyarországról a világűrbe küldött eszközök közül tudomásom szerint még egy sem romlott el. Sziasztok! Nézzük is, hogy mivel készülünk a mai napra, mi a mai témánk. A mars jelenleg az egyik legizgalmasabb planéta, amely a tudósokat izgatja. Van rajta víz, ugyan fagyott, de légköre, és csak háromszor kisebb a gravitáció, mint a Földön. Így elvileg az emberiség számára amolyan menekülő út lehet, hogyha a Földet teljesen elhasználjuk, életképtelenné tesszük. Sík András, geográfus bolygó kutató tudományos érdeklődésének a középpontjában is a vörös bolygó áll, aminek meghódítására ugyan még várni kell, de szépen lassan haladunk a cél felé. Ebben a munkában pedig jelentős szerepe van a fiatal kutatónak is, akinek munkásság többek között junior prima díjjal is elismerték már. Ma vele beszélgetek, de mielőtt ezt elkezdjük, ismerjük meg az ELTE egyetemi agyultusát. Sik András 1979-ben született Budapesten, az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban érettségizett, és itt került kapcsolatba a csillagászattal, ahol akkora a csillagászat űrkutatás szakkör tagja volt, 2002-től pedig annak vezetője. Az eltett TTK geográfus szakán szerzett kitüntetéses diplomát, PHD tanulmányait szubakumlaude Laude doktori szigorlattal zárta, diszertációját 2011-ben fejezte be. Kutatóként a naprendszer bolygó testeinek vizsgálatával foglalkozik, kiemelten a mars felszínének vizsgálatával. Munkáját több díjjal is jutalmazták, többek között 2011-ben megkapta a Junior Prima díjat Magyar Tudomány kategóriában. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Sík Andrást, geográfus és bolygókutató, és hát köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon izgalmas lesz, én már biztos vagyok benne előre a beszélgetést, ugyanis a világűr, a bolygók, a, a világegyetem, az univerzum, ezek olyan fogalmak, amelyek azt gondolom, hogy szinte minden embert érintenek, és egyre közelebb kerülünk ennek megismeréséhez, vagy nem, én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy évtized pontosan arról szólt, hogy a mindennapjaink részévé vált a bolygók világáról szóló hírek megismerése. Ami 10-20 éve még különlegesnek tűnt, hogy látunk egy képet a Mars felszínéről, az ma már tulajdonképpen a hétköznapjaink része, és ez borzasztó jó dolog, mert kutatóként végigkövethettem ezt az időszakot, és a Földön kívüli legizgalmasabb bolygóval, a Marssal foglalkozhatok, úgyhogy ez különösen egy, egy kihívásokkal teli és izgalmas periódus. Miért a Mars? Ugye akkor rögtön, rögtön csapjunk is a, a, közepébe, hiszen ugye nagyon-nagyon sokat hallunk a Marsról, nagyon sokat hallottunk és hallunk a Holdról, azon égitestekről, amelyek belátható távolságban vannak, de miért ennyire érdekes számunkra a Mars, földlakóknak, ez egy menekülési útvonal lehet, az ottani ásványi anyagok, ásványi kincsek lehetnek fontosak számunkra. Tehát miért a Mars került a fókuszba a hold után? Mert a Földhöz leghasonlóbb égitest az ismert univerzumban, és nagyon sok szempontból úgy működik, mint a saját planétánk, viszont vannak olyan folyamatai, vannak olyan jelenségei, amelyek, amelyek teljesen eltérőek az itt megszokottól. Szóval tanulhatunk a Saját bolygónkról is azáltal, hogy egyre jobban és jobban megismerjük a marsot. És persze készülhetünk arra, hogyha ha valamikor bolygóközi fajjá válik majd az emberiség, ha lehetőségünk lesz tartósan megvetni a lávunkat egy másik égitesten, akkor az egy olyan hely legyen, amit már nagyon aprólékosan ismerünk. Tehát minél hamarabb és minél részletesebben megismerhetjük a vörös bolygónak a felszíni viszonyait, a természeti környezetét, az ember tartós jelenlétét szempontjából veszélyt hordozó paramétereit, annál felkészültebben mehetünk majd oda, így aztán nem váratlanul szembesülünk azokkal a veszélyekkel, amik akár az expedíció teljes kudarcát is okozhatják. Ugye azt ö, mondtad, és úgy fogalmaztál, hogy nagyon ha a leghasonlóbb a Földhöz. Itt ugye az, az atmoszférát, az ottani gravitációt, nem tudom milyen paramétereket kell figyelembe venni. Hát hasonló ebből a szempontból, hogy van a szilárd felszíne. Aha. Hasonló abból a szempontból, hogy, hogy ugyanazok a, az ásványok, ugyanazok a kőzetek alkotják ezt a felszínt, és hasonló abból a szempontból, hogy van rajta H2O. Szándékosan fogalmazok úgy, hogy H2O, mert ugye azt nem mondhatjuk, hogy van rajta víz. De az igaz, hogy van rajta nagyon sok mennyiségű H2O, csak ez vagy fagyott állapotban van a felszíni törmelékanyagban, vagy vízgőzként van jelen a légkörben. Pont folyékony állapotban jelenleg ismerteink szerint nem nagyon van jelen, de biztos, hogy vannak olyan helyek, vagy vannak olyan körülmények, amikor rövid ideig, napon belül, pillanatokra folyékony állapotban lehet. Így aztán felmerülhet annak is a kérdése, hogy vajon Ebben az időnként megjelenő folyékony vízben léteznek-e ott valamilyen élőlények? A víz az mindenképpen elengedhetetlen ahhoz, hogy élőlények képződjenek vagy legyenek egy bolygón, tehát ezért fontos volt azt hangsúlyozni, hogy abban a pici időintervallumban, amikor folyékony halmazállapotú lehet a H2O, akkor lehetnek ott élőlények? Vannak nagyon extravagáns elméletek nem vízalapú életformákról, és pont a naprendszernek a külső részében is vannak olyan holdak, mondjuk a hold, ahol elképzelhető ilyen életformának a, a létezése. De, hogyha most a Marsra fókuszálunk, és azt mondjuk, hogy olyan berendezést küldünk oda, ami életnyomokat keres, akkor eléggé logikus olyan műszereket oda küldeni, amelyek a földi, Típusú életformához, nagyon hasonló életforma kimutatására alkalmasak. Tehát hiába élnek boldog kristály telepek a Mars felszínén, és filozofálnak arról, hogy miért fekete az ég fölöttük, ha egyszer ezeket a kristály telepeket az általunk készített szenzorok Észesen vennék, miközben elgurul mellettük egy marsrover, mert az általunk kimutatható életformák azok, amelyek biokémiájukban, működésükben vagy felépítésükben nagyon-nagyon szoros rokonságban vannak a földi életformával. Tehát eleve korlátozza azt, hogy mit tudunk keresni, az, hogy milyen életet ismerünk itt a földön. Ezért úgy gondolom, hogy ha életet fogunk találni a marson, akkor az a földihez nagyon hasonló típusú életforma lesz. A mars jelenleg egy a jelenlegi földhöz viszonyítva milyen állapotot mutat? Tehát egy év a föld alapul véve egy évmilliókkal előttünk álló Égitestet mutat, vagy pedig egy mögöttünk álló égitestet? Nem tudom, hogy érthető-e a kérdés. Tehát mi, hiszem, hogy milyen, érthető. milyen állapotban van jelenleg a mas, ott még kialakulhat egy olyan jellegű életforma, mint ami jelenleg a Földön tapasztalható? vagy már kialakult, és pont a pusztulását, vagy annak a pusztulásának a vég kifejletét láthatjuk most jelen pillanatban. Abban is hasonló a két égi test, hogy fiatal korukban majdnem ugyanazon a fejlődési úton indultak el. Mint említettem, mindkettő közetbolygó, és a naphoz viszonylag közeli pályán keringenek. Igaz, hogy a mars picit messzebb van, a föld picit közelebb, de, de önmagában ez a különbség nem jelent lényeges eltérést. És a földön a bolygónknak a, az ősi időszakában kialakult egy olyan környezet, amiben a folyékony víz jelen lehetett, amiben az élet megjelenhetett, és nagy szerencsénkre ez a felszíni környezet a mai napig többé-kevésbé megmaradt nálunk. A Marson legalábbis az eddigi kutatási eredmények arra utalnak, hogy ugyanígy indult a bolygó fejlődése, mint mondtam, hasonló anyagok voltak jelen a felszínen, hasonlóan volt vulkanizmus, hasonlóan volt légkör, és úgy gondolják ma a szakemberek, hogy megjelent a folyékony víz. Tengerek, óceánok vize hullámzott a mars felszínén, a légkörben felhők képződtek és csapadék hullott, ami mélyítette a völgyeket, kialakította a ma ismert morfológiát. Azonban a marson történhetett valami, talán egy ősi becsapódás. Talán elfogyott a bolygónak a belső hőtartaléka, és leálltak a geológiai folyamatai, de, de valamilyen hatásra elvesztette a légkörének a nagy részét, és emiatt megszűnt az az óvó burok a bolygó körül, ami fent tudja tartani a folyékony víz létezéséhez szükséges feltételeket. Így aztán a Mars elvesztette az illószférájának a nagy részét, ami megmaradt, az pedig a lehűlés következtében belefagyott a felszíni törmelékanyag repedéseibe, globális jégkérget vagy krioszférát alakítva ki, és ilyen módon letért arról a fejlődési útról, amit a Föld bejárt. Tehát, ha volt is az ősi marson élet, a, annak az életnek a számára a kezdeti feltételek e, búrjázása, virágzása után nagyon komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. A hideggel, a vízhiányjal, az oxigén hiányjal, és nem utolsó sorban a nagyon durva sugárzással. Hiszen a légkörnek nem csak az a szerepe, hogy kellemes hőmérsékletet és folyékony vizet biztosít, hanem a légkör egy nagyon fontos kozmikus védőpajzs, ami a felszínt védi a világűrből és a napból, a csillagunkból érkező sugárzást egy részével szemben illetve a mágneses tér, a magnetoszféra egy másik hasonlóan fontos védőpajzs, amit pedig a bolygó belsejében lévő mondjuk azt, hogy geofizikai folyamatok generálnak itt a Föld körül. És hogyha a Marson volt is a múltban globális mágneses tér, biztosan elvesztette ezt is fiatal korában, ma már nincsen, legalábbis globális értelemben biztosan nincsen. Tehát a másik fontos védőpajzsát is elvesztette a vörös bolygó, ami barátságos felszíni viszonyokat ered és emiatt a Mars felszínén állva egy perc alatt körülbelül százszor annyi sugárzás éri az űrhajósokat majd, mint amennyit itt a Földön elszenvednek. Tehát durván nagy a sugárzási szint, és valójában ez jelenti a legkomolyabb mérnöki kihívást azzal szemben, hogy rögtön elinduljunk oda. És még ugye az út sem rövid, hogyha jól tudom, ezért is van nagy jelentősége a holdraszállásnak, a következő holdraszállásnak, amelyet egy-két éven belül talán terveznek. Nagyon bízom benne, hiszen, hogy meg is valósul, igen. Hiszen az ugye egy ugródeszka lehet majd a mars felé, de még egy kérdés erejéig enged meg, hogy visszakanyarodjak a marsra, amiről még nagyon nem is tértünk le, hogy hogy, hogy akkor ennek ellenére ugye nagyon sok ö, ö, olyan tényezőt említettél, amelyek ö, nincsenek jó hatással az emberi szervezetre, finoman kifejezve önön magam, hogy akkor mégis, mi, akkor mégis miért a Szilárd ö, mi volt a okán, lehet egy jó célpont majd a későbbiekben akár az emberiség számára, vagy akkor mi lehet, vagy mi mégis a kutatás fő célja, a mars kutatás fő célja, tehát a legvégén a szumma, vagy az egyenlőségjel végén ott az áll, hogy meg kell teremtenünk az élet lehetőségét az ember számára, vagy egyszerűen csak egy vágy, hogy oda eljussunk, mert meg tudjuk tenni. Szóval, hogy mi, mi ennek az oka, mert értem, de mégsem értem ahogy korábban már mondtam, nagyon fontos, hogy megértsük a mars működését. Minden bolygó úgy is elképzelhető, mint egy óriási méretű kísérleti laboratórium. A, 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 Földön tudjuk, hogy hogy működik a, csapadékhullás, tudjuk, hogy milyen a víz körforgása, tudjuk, hogy hogy működnek a, a kőzetlemezek, tudjuk, hogy hogy működik a lemeztektonika, meg a vulkanizmus. Ugyanezek a jelenségek más bolygókon is működnek, csak éppen máshogy. És hogyha ö, szeretnénk univerzális következtetésekre jutni, mondjuk a napra naprendszer vulkanizmusával kapcsolatban, vagy a naprendszer bolygótestjeinek légköri folyamataival kapcsolatban, akkor a Föld az nem egy általános törvényszerűség, hanem egy eset, a sok lehetőség közül. Ha megismerjük a gázbolygók légköri folyamatait, vagy éppen a mars légkörében zajló folyamatokat, akkor újabb és újabb információink vannak mondjuk a klímaváltozásról. És hogyha más égitesten megértjük, hogy hogy működik a klímaváltozás bizonyos szempontból, ez megint csak hozzájárulhat ahhoz, hogy itt a Földön, ahol napi szinten küzdünk a, a környezetváltozás káros hatásaival, mérsékelni tudjuk ezeket a kártételeket. Tehát az egyik célja a mars kutatásnak az, hogy saját magunkat, a saját tehát otthonunkat jobban megismerjük, és felkészülhessünk arra, ami adott esetben kihívást jelent majd az emberiség földi létezése szempontjából. A másik célja a Mars kutatásának a Földön kívüli élet nyomainak a keresése. Hogyha a naprendszerben kéne mondani egy Földön kívüli égitestet, ahol nagy eséllyel kialakult a múltban valamilyen mikrobiológiai szempontból értelmezhető életforma, akkor az egyértelműen a Mars lenne, ott a legnagyobb az esélye annak, hogy a múltban az előbb említett feltételek lehetővé tették az élet kialakulását. A harmadik szempont pedig az emberes jelenlét előkészítése, amit minél korábban kezdünk el, annál felkészültebben érkezhetünk majd meg. Vissza fogunk még térni a Marsra, de akkor ö, tulajdonképpen ezen szempontok játszottak ö, nálad szerepet, akkor, amikor gimnazistaként már a csillagászattal kezdtél foglalkozni, és hogyha jól tudom, már ott is a Mars volt a fókuszban, amikor még azért ennyire nem volt előre haladott a marskutatás. Tehát akkor még nem voltak fönt roverek, ahogy te is mondtad, akkor még nem kaphattunk nap mint nap. Ö, tökéletes felbontású fotókat, képeket a Mars felszínéről, mégis mi volt akkor, ami téged a Mars felé, és úgy általában a bolygókutatás és a csillagászat felé terelt. Szerencsém volt ebből a szempontból, mert uh, amikor én uh, gimnazista voltam, a Budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnáziumba jártam, akkor ott működött már egy csillagászat szakkör, és uh, emlékszem, hogy uh, 94-95-ben a csillagászat szakkör még, még inkább a mély űr objektumokkal, galaxisokkal, kvazárokkal, távoli égitestekkel foglalkozott, mert akkor már csorogtak a képek a NASA weboldalán keresztül ezekről a, a Hubble által megfigyelt objektumokról. Aztán, amikor 96-ban a NASA elküldte a, a Marsra a Pathfinder-t, akkor a csillagászat szakkör hirtelen bolygókutató szakkörré alakult át, mert megjöttek a felvételek annak a kis Sojourner rovernek a kamerájából, ami ott gurult a Mars felszínén, és fantasztikus volt elképzelni, hogy mi most láthatjuk ezeket. És mivel más égitestről nem jöttek ilyen részletes képek, meg ugye akkor már keringési pályára állt a Mars Global Surveyor, mivel, mivel a Marsról jöttek ilyen részletes képek, meg, meg egyébként is mindenki úgy gondolta, hogy most akkor már mindjárt elutazunk a Marsra, ezért valahogy nekem is ez volt a legizgalmasabb téma, és aztán geográfusként tanultam tovább az eltén, és azt láttam, hogy a, a Földről, a Föld Földforma, kincséről szerzett ismeretek valamilyen módon tükröződnek a mars felszínén, úgyhogy érdemes ezzel a témával kutatóként is elkezdeni foglalkozni. Egyébként miért a geográfiára is még rákérdeznék, mert azért sokakban nem egyértelmű a különbség a geográfia, a geológia között, és akkor majd kérek ezt a fogalmat tisztázt, de hogyha jól tudom, még egy picit a gimnáziumi évekre visszakanyarodva, azért ott komoly sikert is könyvelhettetek el a csapattal, hiszen a NASA-val felvettétek a kapcsolatot, és erről a bizonyos ö, ö, kis rovernek a fotói célzottan az általatot kért területet fotózták be, jól tudom? Kétségtelen, hogy volt ilyen, de akkor már nem csillagászati szakkör takként, hanem ugyanennek a szakkörnek a vezetőjeként dolgoztam, és, és, a és a akkor a NASA-nál volt egy lehetőség arra, hogy rendelj felvételt a Marsról, de persze nem minden magás személy rendelhetett, hanem csak oktatási intézmények vagy kutatók, úgyhogy mi, mint szakkör, kiválasztottunk egy területet. Azt mi alakultuk a názának. A víz nyomainak, a jég nyomainak a vizsgálata volt akkor a fókuszban, úgyhogy olyan területet választottunk, ahol biztunk benne, hogy a formák utalnak rá, hogy a felszín alatt fagyott víz, jég található De és néha adott? megolvad. Hát, vizsgáltuk a területet mindenféle szoftverekkel. Az látszik, hogy lejtős tömegmozgások zajlottak azon a területen, tehát a gravitáció hatására a lejtő formálódik. Az nyilván egy kérdés, hogy ilyenkor csúszásról, kúszásról van-e szó, ami folyékony anyag nélkül is megvalósulhat, vagy folyásról van szó, mm. vagy lecserszerű lefelé áramlásról, amihez meg az kell, hogy időszakosan megolvadjon a felszín alatti vízjég. Úgyhogy hát ez, ez érdekes volt a, a, szakkörtagok részvételével aktívan vizsgálni, és tényleg az történt, hogy ezt a területet, a NASA a mi kérésünkre fotózta le, és emlékszem, hogy jött az értesítő e-mail, hogy a felvétel elkészült és letölthető innen, uh -huh. és amennyire elhittük, tényleg mi vagyunk az elsők, vagy mi voltunk akkor az elsők, akik megnézhetük megnézhettük annak a területnek az űrfelvételét. Oh, hát ez gratulálok egy utólag is, néhány évtized távlatában. Igen, igen, És akkor te már, mint geográfus ténykedtél, tehát akkor már végz, lediplomáztál az eltén. Igen, és utána a doktori kutatásomat is ebben a témában kezdtem el folytat, Úgyhogy igen, hosszú éveken át nagyon izgalmas volt. Marsra keltem, Marsra feküdtem, roverek képeit vizsgáltuk, keringőegységek felvételeit vizsgáltuk. És és akkoriban az volt az izgalmas, hogy hogy, hogy lehet a bolygó különböző részein készült apró kis felvételekből valami big picture-t kirajzolni. És nyilván ebben azért az orbiterek, a keringőegységek adatai hasznosabbak, én magam is inkább azokkal foglalkoztam. A leszállóegységek, a landerek leszálló adatai azok meg inkább pont Mérések voltak, vagy ha volt rajta a kerekeken guruló kis rover, akkor az tudott mozogni, hát akkoriban még néhány tíz métert, aztán azóta persze van olyan, ami 20 kilométert gurult a Mars felszínén. És akkor a geográfia és a geológia közti különbséget azt ö, hogyan tudnád leírni? Ezen én is sokat gondolkodtam pályaválasztás előtt, és most már, hogy elvégeztem az egyetemet, most már azért szerintem meg tudom fogalmazni. Egy geográfus alapvetően a felszíni jelenségekkel foglalkozik, és ennek van természet, földrajzi, meg társadalom földrajzi vonatkozása is. Tehát a geográfusok dolga az, hogy komplex módon vizsgálni tudják a felszíni jelenségeket a formakincstől kezdve a népesség mozgásán keresztül egészen a globális gazdaság működéséig. És akkor a geográfusok között van olyan, akit inkább a vulkánok érdekelnek, meg a felszíni formavilág, és persze vannak olyanok is, a társadalomföldrajzosok, akik meg a társadalmi gazdasági jelenségekkel foglalkoznak. A geológusok inkább a felszín alatti Jelenségekkel foglalkoznak, különböző kőzetlemezek mozgásához kapcsolódó jelenségekkel, a belső erők munkájával, a gyakorlati része pedig mondjuk az ásványkincskutatás, vagy a hidrogeológia, a felszín alatti vizek tudománya. Tehát ők, ők sokkal képzettebbek a felszín alatti rétegek, vagy a felszín alatti folyamatok tekintetében. De akkor még egy társadalomgeográfust úgy kell elképzelni, hogy például mondjuk a, a, a globális felmelegedés kapcsán a, a, az aszályosabb területeket is vizsgálják. És akkor annak kapcsán mondjuk a népvándorlásokat tudja előre nagyon jó példa ilyen. diagnosztizálni, tehát akkor ilyen társadalmi hatásokat tud nagyon majd jó akkor, példa. akkor vizsgálni. És nyilván a két szakma között vannak csipkelődő megjegyzések, de ezekben most nem megyünk bele. És te, csak akkor, hogyha már itt ennél a területnél tartunk, akkor pontosan jelenleg mivel foglalkozol, és még vissza fogunk azért kanyarodni mindenképpen, hogyha. A, -a, -a mars kutatáshoz kapcsolódóan nekem nagyon-nagyon izgalmas volt azt látni, hogy. Az egyik marsikeringő egység, meg a másik marsikeringő egység meg a harmadik, negyedik, stb. A, B és C műszere által készített adatok hogyan kapcsolhatók össze a D, E és F műszerek adataival. És ezek ilyen borzasztó nagyméretű állományok, mindegyik valahogy a felszínt ábrázolja, az egyik alacsonyról, a másik magasról, az egyik ilyen felbontással, a másik olyannal, és amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor még nagyon... Nehezen lehetett eligazodni abban a dzsungelben, hogy adott űrszonda, adott felvétele milyen vetületben van, milyen felbontású, hogyan kell értelmezni. Úgyhogy én elég sokat foglalkoztam térinformatikai szoftverek megismerésével, és volt, amiben be lehetett tölteni a marsi adatokat, volt, amiben nem. Tehát ma már senkit nem lep meg, hogy a Google Maps-en látja a teljes földfelszínt, bezúmol, kizúmol, navigációt és útvonalat tervez, vagy bármit csinálhat. De mondjuk 98-99-ben, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni doktori kutatóként, akkor ez egy viszonylag járatlan út volt, és elég sok olyan szoftvert kellett megismernem, amiben a a műholdas adatok, mondjuk azt, hogy a térbeli adatok ilyen vagy olyan módon kezelhetők. Vetületbe transformálhatók, háromdimenzióban megjeleníthetők, egymáson ábrázolhatók, egymással metszhetők. Úgyhogy, úgy, úgymond a Mars kutatás során tanultam meg a térinformatika világának az alapjait. Ráadásul nem standard térinformatikai megoldásokat használtam, hanem speciális szoftverekben apró kis beállításokat módosítva tudtam elérni azt, hogy a különböző marsi keringőegységek adatait egyszerre integráltan vizsgáljam. Bocsánat, bele kell szúrnom a, a válaszodba. Pontosan akkor kérlek azért előtte, definiáljuk, hogy mi is a térinformatika, tehát mi az, amivel, vagy mi az a néhány mondat, amivel leírható ez a, ez a terület? Hát a tankönyvek azt mondják, hogy a térbeli adatok előállításának, gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának a tudománya, és a térbeli adatok a halmaz az óriási lehet, mert műholdképek, légifelvételek, felvételek, drónnal, drónnal készített fotók, de ugyanígy egy közlekedési úthálózat, vagy egy vasúthálózat, vagy a statisztikai hivatal által publikált települési térképek mind-mind térbeli adatok, amelyeket különböző adatbázisokban tárolunk, ma már ugye webes végeredményben, tehát webes interaktív térképalkalmazásokban szoktuk ezeket megmutatni, a felhasználóknak, és, és mondjuk egy állam, ha a saját területére vonatkozóan nyilvántartásokat vezet, vagy elemzéseket végez, akkor elkerülhetetlen, hogy ezeket térképen ábrázolja, tehát ma már talán úgy fogalmaznám meg nem tankönyv szagúan, hogy a különböző ágazatokban rendelkezésre álló adatok elemzésének és megjelítésének fajta univerzális eszköztára. Ez a térinformatika. De akkor az a terület, amelyet te végzel, és a, a napi munkád, akkor az tulajdonképpen egy informatikai ténykedés, és akkor egy szoftveres ismeretet igénylő ö, 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 számítógép előtt programozó szakembert kell elképzelni, vagy a geográfusi, bolygókutatói, csillagászati ismereteket is valahol valamilyen formán kamatoztatnod kell? Mind a kettőre szükség van, tehát a térinformatikus szakma az ma egy eléggé Népszerű szakma, szerintem nagyon jó a felvevő piaca is. Mindenkinek ajánlom, hogy induljon el ezen az úton, hogyha van egy kis érdeklődés a térképek iránt. képes szakma, tehát lehet is állást találni ezen a, a szektoron belül. És pont erre a kettőségre van szükség. Vannak térinformatikusok, akik geo, irányból jönnek, néha ez geoinformatikának hívják. Vannak, akik geoirányból jönnek, és vannak, akik informatikai irányból jönnek. Nyilván a komplementer tudást valahol fel kell szedni. De a lényeg pontosan az, hogy, hogy egy térképi adatbázis az megjeleníthető táblázatban is, vagy adattáblában, a módon, és ugyanez ábrázolható térképileg is. És az egyik feladatnál arra van szükség, hogy az adattáblában végezzek szűréseket, vagy kimutatásokat készítsek, és úgy lesz eredményem, a másik feladatban meg egy másik fajta feladatban, meg arra van szükség, hogy egy térképen jelenítsen meg mondjuk azokat a településeket, amelyek lakossága nagyobb, mint 5000. Uh -huh. Most csak mondtam egy nagyon triviális példát. Ha, ha ezt térképen szeretném ábrázolni, akkor az az egyszerű: hogyha indítok egy lekérdezést egy adatbázisban, hogy választ ki azokat a településeket, ahol lakosság nagyobb, mint 5000. És akkor már is a térképen is megjelennek ezek. Tehát egyszerre kell gondolkodni adatbázisban és térképen. És a Mars az valahol valamilyen formán még benne van. a a kutatási területedben, vagy a napi munkádban, vagy most az egy picit háttérbe szorult. Úgy mondanám, hogy a klasszikus maskutatás most azért nem napi része az életemnek, viszont nem távolodtam el az égitestől, mert ismeretterjesztőként, vagy ma divatosabb szóval tudománykommunikátorként, a mai napig foglalkozom ezzel, tehát nagyon szívesen tartok előadásokat, akár rendezvényeken, akár oktatási intézményekben a témában, vagy időről időre készülnek Magyarországon szerencsére olyan kiállítások, interaktív kiállítások, gyerekekre targetált kiállítások, ahol ez a téma vissza, -vissza tér, és tavaly például a Millenáris Parkban az álmok álmodói 20 kiállítás volt az a lehetőség, amire össze kellett állítani egy mars terem szakmai tartalmát, ami, ami mondjuk azt, hogy az én feladatom volt, és akkor abba lehet beleönteni a legfrissebb információkat, de mégis közérthető módon, de interaktívan volt VR szemüveg is lehetett sétálni a marson, és akkor ha valaki tisztában van a, a vörös bolygó múltjával, meg kutatásának az aktualitásaival, akkor ö, ilyen feladatokon keresztül is hozzájárulhatok ahhoz, hogy ö, mondjuk azt, hogy a nagy közönség számára bemutassuk ezeket az ismereteket. És tudomány kommunikátorként ilyenkor a mars és a csillagászat, a geográfia az, ami a fő fókusz van, vagy általánosságban próbálod a tudományt népszerűsíteni, és ki a célcsoport, vagy kik a célcsoport, tehát főleg a gyermekeket targetáljátok, ahogy az előfogalmaztál fogalmaztál, vagy azért szinte minden korosztálynak próbáltak ismeretterjesztő információkat átadni. Minden évben van Magyarországon jó sok uh, tudománykommunikációs rendezvény, és uh, ezeknek a célcsoportja azért jellemzően az általános iskolás és a, és a, gimnazista korosztály. Vagy inkább úgy mondom, hogy a mézes madzag az ő orruk előtt van elhúzva, és akkor a szüleikkel együtt érkeznek. <laughs> és hát akkor bele kell préselni a, a fesztiválnak az egy vagy két napos programjába azokat a témaköröket, amik, amik érdekesek. Én általában a, a, marsról, vagy a marshoz kapcsolódó témákról szoktam szeretni előadást tartani, mert ez, ez mindig érdekes a fiatalok számára, a hallgatóság számára, illetve egy olyan téma, amiben havi szinten vannak új eredmények. Tehát, ha, ha nem is aktív marskutatóként, de mondjuk a, a marsról szóló tudományos hírek folyamatos követésével azért nagyon gyakran ö, olvasgatok erről, vagy, vagy tartok erről előadást, tehát azt látom, hogy egy, egy közkedvelt téma ezeken a tudományfesztiválokon Magyarországon. És mi a cél? A tudomány általában vett megszerettetése Ismeretterjesztés, edukáció, vagy pedig a jövő kutatóinak kinevelése. Tomás, tulajdonképpen egy nagyon jó belépési pont mindazoknak, akik a világűrrel szeretnének foglalkozni. Ugye itt, itt lehetnek olyanok, akik számítógép előtt ülve képzelik el a jövőjüket kutatóként, és lehetnek olyanok is, mondjuk azt, hogy mérnöki beállítottságúak, akik pedig valamilyen fejlesztéssel, valamilyen technológiai újdonsággal szeretnének foglalkozni a következő években. És akkor akkor ezeket a szakembereket egyre tágabb megnevezéssel nevezhetjük akár űrkutatóknak is, vagy Magyarországon az űrkutatás helyett most már inkább az űrtevékenység kifejezést szeretjük használni, ami, ami azt a szakmát jelöli, akik a világűrrel foglalkoznak, de inkább űrszondákon keresztül próbálnak információkat gyűjteni a szűkebb, kozmikus környezetünk és akkor, és akkor hozzájuk képest egy rokon szakma a csillagász akik pedig távcsöveket használnak, nem feltétlenül egy-két méteres teleszkópokat, hanem akár sok tíz méter hosszú, vagy sok tíz méter átmérőjű teleszkópokat a világ megfigyelésre alkalmas pontjain távolról vezérelve, és ők azért inkább fizikában, fizik, astrofizikában és olyan tudományokban vannak otthon, amelyek pedig a tágabb kozmikus környezetünknek az objektumai szempontjából relevánsak, mondjuk mondjuk a, a fekete lyuka vagy a szupernova robbanások, vagy a, a kvazárok vizsgálata, vagy a, a rádiócsillagászati objektumok ö, jobb megismerése, egy, egy kicsit távolabb van az űrkutatóknak a gondolkodás módjától, de azért ez a két szakterület ö, szorosan együttműködve ö, működik Magyarországon, és hát ismeretteljesztés szempontjából meg azért nyilván nagyon közösek a céljaik. Mekkora az érdeklődés egyébként a fiatalok körében? Hiszen gondolom az előadásokra nagyon sokan elmennek, feltételezem, hogy az általad tartott előadások kifejezetten nagy érdeklődésre tartanak számot, és hát így nagy nézőközönség előtt zajlanak, de mennyi a továbblépés Aránya a fiatalok körében. Tehát sokan érdeklődnek? Sajnos a az utóbbi években azért lecsökkent a műszaki és természettudományos pályáknak a vonzereje a fiatalok körében. Ennek mi lehet az oka? Nem könnyű olyan munkahelyet találni Magyarországon, ahol ilyen végzettséggel biztos megélhetés vár a szakemberekre. De de én úgy látom, hogy az utóbbi néhány évben itt, itt van egy pozitív fordulat, mert kiderült, hogy tulajdonképpen sok más szakmában is nehéz úgy elhelyezkedni, hogy az egy életre biztos pálya kezdete legyen. Úgyhogy én a magam környezetében azt látom, hogy újra növekszik a lelkesedés mindenképpen a, a műszaki és természettudományos képzések iránt, és vannak olyan társadalmi szervezetek, amelyek ezt, ezt próbálják csatornázni és felerősíteni. Az egyik ilyen a Magyar Asztronautikai Társaság, a MANT, amelynek én magam is alelnöke vagyok, és amely erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a fiatalokat, átos iskola, felső évfolyamok, középiskola, erre az elképesztően izgalmas életpályára orientálja. Nemrég például volt egy Kenset verseny, Kenset, ugye doboz műhold, tehát ezek olyan apró kis euh, sufnituning tuning fejlesztésű berendezések, amik aztán felmennek rakétával néhány száz méter magasra, és miközben visszatérnek a felszínre, méréseket végeznek, és az Európai űrügynökség, az ÉZA nagyon bátorítja például ezt a fajta gondolkodást a fiatalokban, tehát a nemzeti kenszet versenyeknek aztán van egy összeurópai döntője. Óriási érdeklődés volt a hazai kennzet verseny iránt, tehát számunkra is, a MANT számára is várakozáson felüli érdeklődést tapaszt gimnazista csapatok részéről, ami nagyon-nagyon örömteli, mert, mert ugye azt látják tulajdonképpen, hogy, hogy űrkutatónak lenni menő dolog, uh -huh. és hát a fiatalok szeretnének menők lenni, tehát amíg ez a szakma megőrzi ezt a menő imidzsét, akár az Elon köszönhetően, akár a Hunor programnak köszönhetően, amiben az ország tavaly belekezdett, és remélhetőleg jövőre, vagy 2025 elején újra magyar űrhajós mehet majd a nemzetközi űrállomásra fel. Szóval, hogy ez Ezeknek a programoknak köszönhetően van egy, van egy ilyen nyitottság és izgalommal teli érdeklődés a fiatalokban az űrkutatás iránt. Igen, pont egyébként a HUNOR programról mindenképpen szeretele volna kérdezni ennek kapcsán, a tudomány kommunikáció kapcsán, hogy, hogy vajon a HUNOR programnak és annak a, 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 a most már remélhetőleg realitásnak, hogy a négy jelenlegi űrhajós jelölt közül egy valaki tényleg majd felmegy a, a nemzetközi űrállomásra. Tehát ugye ennek mekkora. Szippantó hatása lehet a terület iránt érdeklődők. Én úgy gondolom, hogy ha elindul ez a program, akkor azt teljes körű nyilvánosság övezi majd. Ugye kb. 30 napot lesz fent a Igen. magyar űrhajós az ISS-en, úgyhogy minden napjáról fogunk kapni friss infókat, látjuk majd a kísérleteket, amiket végez. Hát ez, ez egyrészt tudományos szempontból is kiemelkedő jelentőségű lesz, másrészt tudomány kommunikációs szempontból is felbecsülhetetlen lesz az értéke. Szerintem egy generációt ösztönöz majd arra, hogy ő is elinduljon ebbe az irányba, és, és a hazai űrtevékenység részévé váljon. És ugye azért fontos ezt hangsúlyozni, mert hogy évtizedekkel korábban, tehát amikor Farkas Bertalan volt a világűrben, 80 -ban, 1980 akkor ugye ő vadászpilótaként került fel, tehát mindenki arra... Arra, arra, valahogy úgy tesszük még szerintem a mai napig fejünkbe ezt a kis űrutazást, ür hogy vadászpilóta lehet akkor majd az, aki űrhajósként feljuthat, de hát szemmel látható, és egyre inkább már efelé terelődött az elmúlt évtizedekben is a, a terület, hogy tudósok, természettudósok, geológusok, orvosok, mérnökök azok, akik persze, hogyha megfelelnek különböző feltételeknek, amelyek nem alacsonyak, akkor, akkor van esélyük. az Változott vagy, a világ. Ugye Farkas Bertalan idején ketten voltak a, az űrhajóban, az űrállomás sok, sokkal szűkösebb volt, aminek a fedélzetén dolgozott, és most már egy, egy hat hétfős legénység is elfér az ISS-en, tehát nem kell mindenkinek vadászpilóta háttérrel rendelkeznie azok közül, akik felmennek. A Magyarország is kutató űrhajost fog felküldeni, tehát a célja az, hogy kutatómunkát végezzen. Neked egyébként bármi kapcsolatod van a Hunor programmal, tehát hogy ö, ö, kértek bármi nemű szakmai segítséget tőle, lehet-e erről tudni egyébként, vagy mondjuk arra vonatkozóan, hogy ö, milyen kísérleteket fognak majd ott az űrállomáson végrehajtani, hiszen, hogyha jól tudom, akkor a négy űrhajós már szépen lassan ezen kísérleteket kezdi el. Gyakorolni és tanulni. Igen, alakul a tudományos program, én most ennek a részleteiről nem beszélnék, okay. de az nagyon izgalmas lesz, hogy a Föld körül keringő űrállomásról, a szabad szemén, a saját szemén túl, mondjuk kamerával, milyen, milyen felvételeket fog tudni készíteni Magyarországról, a Balatonról. Ugye a Farkas Bercinek is vannak ikonikus fotói föntről Magyarországról, tehát ha mondjuk ezeket majd megismétli egy kézi kamerával, vagy megismétli egy profi kamerával, össze lehet hasonlítani, hogy mit fejlődött 1980 óta a képalkotó technológia. Vagy el lehet végezni ugyanolyan, szenzomotoros vizsgálatokat fent a világűrben, amiket annak idején a Farkasbertalan is végzett, és mondjuk az emberi reakció időnek a, a változását, a, a 40 év alatti, 45 év alatti változását is meg lehet vizsgálni. Tehát az akkori eredményekkel érdemes lesz összevetni a mostani eredményeket is, bármely kísérletről is beszélünk. Úgyhogy hát van kapcsolat, igen, de amikor majd már a jelölt neve is ismerté válik, a végső jelölt neve, illetve amikor a tudományos program is kialakul, akkor lehetne ennek a részleteiről mélyebben beszélni. És hogyha már az űrutazás ilyen formán szóba került, és ugye a, a magyar kutató űrhajós ö, reményeink szerint ugye a nemzetközi űrállomáson fog majd szolgálatot teljesíteni, mint egy 30 napot, ahogy te is mondtad, de Perspektívikus kép a, a, a nemzetközi térben az, hogy a Hold e, újra e, birtokba kerüljön olyan formán, hogy eljusson a űrhajós, és utána pedig a mars. Na Ennek milyen realitása van, és itt milyen időtávlatokat kell vagy lehet elképzelni. Tehát a hold utazásra, és onnan, ahogy ugye már fogalmazták korábban, Ugródeszkaként használva azt, a Marsra mikor lehet eljutni? Úgy tűnik, hogy újra reális célá vált az emberi jelenlét a Holdon. Az Apollo program óta kicsit elhalványult a Holdnak a jelentősége. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg sikerül-e két-három éven belül visszatérni a hold felszínére. Ennek van a realitása? Igen, igen, igen. Hát bekapcsolódott az űrversenybe ugye Kína is, és egyéb aspirások is vannak, akár a magán űrturizmus területéről, szóval ezek egyre élesebbé teszik a versenyt, egyre izgalmasabbá teszik a műszaki eredmények megvalósulását. És hát azt fogjuk látni, az Európai Ürünökség is törekszik erre, a NASA is törekszik erre, Kína is törekszik erre. Azt fogjuk látni, hogy állandóan lakott bázis működik majd a Holdon. És ugye ezen a bázison a földihez képest egy gravitációban nagyon sok mindent ki lehet majd próbálni. Sőt, lesznek olyan berendezések, amiknek a kifejlesztése is ott történik majd. És egy ilyen helyről nézve már nem akkora ugrás a marson megtelepedni, mint a. Föld biztonságos felszínéről azon gondolkodni, hogy mikor indulunk el. Tehát, hogy ad majd egyfajta magabiztosságot is az, hogyha a holdbázis jól működik, hogyha a hold felszínén élő és dolgozó expedíciós legénység megfelelő egészségi állapotban van, és ezzel a magabiztossággal vághatunk majd neki a, a Mars utazásnak. Vannak hírek, hogy néhány éven belül embert szeretne küldeni a Marsra, mondjuk a, a SpaceX, hát hogy ez Úgy, megvalósul, hogy vissza is töl, juttat, vagy sem, az még a jövő zenéje, én meglehetősen optimista vagyok ebben a kérdésben. Tehát szerintem az a cél, hogy legénységgel eljusson valamilyen űrhajó a Marshoz, és megkerülve azt leszállás nélkül visszatérjen a földre, az meglehetősen reális cél már tíz éven belül is. Az, hogy leszálljanak a mars felszínére, összegyűjtsenek néhány közet, mintát, aztán elinduljanak haza, az már, az már, egy sokkal bonyolultabb kihívás, de én nem lennék meglepve, sőt titkon bízom is abban, hogy 2040-ig ez is megvalósul. De az mindenképpen azt feltételezni, hogy előtte már a holdon egy működő bázisnak kell léteznie, vagy azt a fajta űrutazást, amit most te 2040-ig realizálnál vagy valószínűsítenél, vagy szeretnél, az a Földről történne? Az a fajta ö, utazás, marson való leszállás és visszatérés? Vagy pedig a hold közbeiktatásával? nem olyan értelemben ugródeszka a hold, hogy onnan indulnánk el, uh -huh. hanem olyan értelemben ugródeszka, ahogy az előbb is fogalmaztam, hogy ki tudjuk próbálni a földhöz közel azokat az eszközöket, amiket aztán majd a marson szeretnénk Én azt gondoltam, használni. hogy a szó legszorosabb értelmében is ugródeszkaként funkcionálhat, hiszen a, a kisebb gravitáció okán ugye nem kell akkor a felhajtóerő gondolom, hogy, hogy, hogy eljusson, hogy ki tudjon törni a bolygó gravitációjából, tehát hogy akkor ilyen formán könnyebb is eljutni a mars. Hát masik... igen, de ehhez mondjuk egy indítóállást kéne építeni a holdon. Igen, ami... azért, gondol, azért kérdeztem, hogy ezen feltételek szükségesek-e -e ahhoz, hogy. A, ami talán bonyolultabb, mint a Földről elindulni Elindítani. több fázisban, és a Föld körüli parkolópályán szerelni össze uh -huh. azt a moduláris járművet, ami majd elindul Értem. a mars felé. Tehát nem ilyen értelemben ugródeszka a hold, hanem inkább a, a kipróbálás, a magabiztossága, a technológia tökéletesítése szempontjából. Ha lehetőséged lenne, akkor neked a nemzetközi űrállomás, a hold vagy a mars lenne a cél? Hát ha mindenképpen mennék, akkor nyilván a marsra mennék. Egyébként elgondolkodtál, amikor a Hunor program elindult, hogy, hogy, hogy valahogy valamilyen formán jelentkezd a programra, vagy akkor idejét múltnak érezted? tíz évvel ezelőtt elgondolkodtam volna, de azt hiszem, hogy én most már inkább a földről tudom hatékonyan segíteni a magyar űrtevékenységet. És mekkora együttműködés van a magyar űrkutatók és az űrkutatás, és a nemzetközi űrkutatók és űrkutatás között, hiszen amikor mondjuk a mars kutatással foglalkoztál, feltételezem itt is fontos volt, hogy egy területen ne több kutatócsoport ténykedjen, hiszen akkor az nem túl hatékony. Igen, az űrtevékenység egy meglehetősen nemzetközi szakma, és Magyarországnak nagyon-nagyon jó híre van ezen a szakmán belül. Tehát sok évtizedes múltja van a magyar űrkutatásnak, űrtevékenységnek. Több olyan műszer vagy berendezés is készült, ami tulajdonképpen kizárásos arapon jutott Magyarországnak, mert akkora kihívást jelentett német, francia, olasz, amerikai cégeknek, hogy, hogy azokat a specialista magyar űripari vállalkozásokat kérték fel célzott módon. Mondjuk... Az a Pille például? A... Például a Pille sugárdózismérő, vagy az Európai űrűdnökség Sentinel műholdjain lévő hőszabályozó rendszernek az elkészítése, vagy lehetne, lehetne még speciálisabbnál speciálisabb feladatokat sorolni, és, és, a, a magyar mérnökök, a magyar űripari cégek elismertsége, Tényleg nagyon magas, akár Nyugat-Európában, akár Oroszországban, akár az Egyesült Államokban, mert a Magyarországról a világűrbe küldött eszközök közül tudomásom szerint még egy sem romlott el. Hű. Tehát a, a, a magyar space record, space history az, az kimagaslóan jó megítéléssel bír, úgyhogy szívesen dolgoznak velünk együtt. Az ugye az orosz és az Egyesült Államok közti űrversenyről régen nagyon sokat lehetett hallani, aztán ugye egy erős kooperáció működött a két nagyhatalom között, de jelenleg hogy lehet leírni az együttműködést, és véleményed szerint bármi nemű vissza lesz ennek a folyamatnak a jelenlegi feszült és kialakult helyzet? Az elmúlt egy és negyed évben, mióta tart a háború, voltak arra utaló jelek, hogy a, a korábban hibátlan amerikai-orosz együttműködés, világűrbeli amerikai-orosz együttműködés öm, kicsit visszaesik majd, vagy, vagy bezárkoznak a nemzetközi űrállomás egyik részébe, az amerikai és másik részébe az orosz űrhajósok. Szerencsére ezek a negatív irányba elindult folyamatok, ezek, ezek megálltak, és ha nem is bővülő spektrummal, és nem is növekvő intenzitással, de a világűrbeli együttműködés Oroszország és az Egyesült Államok között továbbra is Megvan. De ez a kutatásban is megnyilvánul, tehát hogy ott sincs akkor ö, semmi nemű feszültség a két... Ö... Nemzet között? Vagy a többi nemzet között, amelyik ugye mondjuk elítéli Oroszországot? Amikor egy űrhajós fent kering az űrállomáson, akkor, akkor nem azzal van lekötve a gondolkodása, hogy most akkor segítséget kére a mellette lévő más nemzethez tartozó űrhajóstól. Tehát én kizártnak tartom, hogy mondjuk a nemzetközi űrállomáson bármi ebből fakadó probléma. Ö, nem, nem is feltétlenül erre gondoltam, hogy a földön lévő kutatókkal kapcsolatos együttműködés bármi kárát látja -e ennek a feszültségnek, de ahogy kivettem a szavaidból, azért szerencsére ez azon területeket képviseli, ahol azért az együttműködés még jól működik. Ez hagyományosan nemzetközi műfaj. Így a beszélgetésünk vége fele engednek, hogy egy picit személyesebb szálakra kanyarodjak vissza. Ugye a munkádat azt már többször több díjjal is elismerték, kutató munkádat. Többi között 2011-ben kaptad meg, ha jól emlékszem, a Junior Prima díjat. Akkor neked ez személyesen volt nagy elismerés, vagy a kutatás tekintetében tudtad nagyra értékelni? Annak örültél, hogy a te területed, a te szakmád, a te hivatásod kapott, vagy került egy picit nagyobb reflektorfénybe? És milyen hozamánya volt a te szakmai életutadra és a kutató munkádra annak, hogy egy olyan, tehát a Junior Prima díjat, vagy úgy általában egy díjat megnyertél, megkaptál? ez nem is nyerik, ezt kapják. 2011-ben, amikor, amikor ebben az elismerésben részesültem, akkor, akkor az volt számomra a legfontosabb, hogy, hogy az indoklásban a kutatómunka mellett, szerepelt az is, hogy csillagászati űrkutatási szakkör vezetőként pedagógusi munkát is végzek, illetve szerepelt az is, hogy ismert terjesztő tevékenységem széles körű és az ország végtelen számú pontján tartottam már előadást a Marsról. Tehát, hogy ami, ami igazán jól esett, hogy nem vegy tisztán azért kaptam, mert saját magammal beszélgetve, egy szobában ülve a mars felszínéről készült űrfelvételeket nézegetem, hanem az előbb említett különböző tevékenységekért, amelyekben nyilván közös az, hogy bolygókutatás meg mars. És ilyen módon kicsit úgy is éltem meg, hogy, hogy ez a szakma, ez most egy kis elismerésben részesül. Szerencsére azóta még többen foglalkoznak bolygókutatással Magyarországon, még szerteágazóbb a hazai űrtevékenységek, vékenség, úgyhogy ami, ami akkor még szigetszerű hatásnak tűnt, az, az mostanra egy sokkal teljesebb körű hazai szakterület, és ezen belül több olyan fiatal is van külföldi kutatóintézetekben vagy gyűrűnökségnél dolgozva, akiket annak idején mondjuk azt, hogy, hogy én indítottam el ezen a pályán, vagy, vagy az első marsi feladataik velem közösen történtek, vagy, vagy abból a tudásból táplálkoztak, amit mondjuk a doktor értekezés ben is összefoglaltam. Úgyhogy ilyen értelemben ez, ez egy jó kezdet volt, és hát az én életem az nagyon sokáig ebbe az irányba haladt tovább. Egyetemi feladatok, kutatási feladatok, konferenciák, publikációk. Aztán egy pontján az életemnek a, a mars kicsit háttérbe szorult, és a térinformatika vette át a, a fő csapást, úgyhogy azok az ismeretek, amik a Mars kapcsán a térinformatikai feladatokról szereztem. Azok nemhogy folyamatosan részei az életemnek, hanem pont az a feladatom egy kormányzati háttérintézmény térinformatikai igazgatójaként, hogy a, a Földről, azon belül is Magyarországról rendelkezésünkre álló országos téradat nyilvántartásokat vizsgáljuk, gyarapítsuk, és azokból mindenféle eredményeket a döntéshozók számára megmutassunk. És szakmai életed legnagyobb eredményének mit tartanál mondjuk, ha tíz év múlva beszélgetnénk? Tehát, hogy mi lenne a vízió, hogy tíz év múlva mi, mi történjen, szak, mi, mi lenne a legnagyobb elismerés vagy eredmény e, számodra? Tehát, a, ha mondjuk az űrkutatással kapcsolatban lenne valami olyan ténykedés, amiben szerves részed volt, akár a marssal kapcsolatban, vagy a jelenlegi munkát kapcsán tudsz megfogalmazni olyan eredményt, amit, amit szívesen látnál tíz év múlva. Borzasztó jó lenne, hogyha lenne Magyarországnak olyan képessége, hogy a bolygó körül, a Föld körül keringő műhold, amit mondjuk magyar cégek készítettek, minden nap vagy minden héten, jó hát eltérő felbontással rendszeresen felvételt készítsen a teljes Kárpát medencéről, és ez a felvétel részletesen változó frissítéssel, de, de mégis közkincsé váljon. Tehát, hogy legyen olyan képessége az országnak, hogy saját magunkról felvételeket tudjunk készíteni, optikai hullámhoz tartományban, infravörös hullámhoz tartományban, amiket nagyon sok mindenhez föl lehet használni, többek között mondjuk az asszály sújtotta területek monitorozásához, hogy csak egy tavaly nyári példát mondjak. Tehát, hogyha ebben a vállalkozásban, vagy ebben a feladatban részt vehetnék és hozzájárulhatnék, az szerintem nagyon izgalmas következő feladat lenne a tíz évre, amit kérdeztél. Ehhez műholdak kellenek? Hát ehhez műholdat kell építeni, szenzort kell építeni, pályára kell juttatni Föld körül, és legalább ennyire fontos, hogy a műhold által gyűjtött adatokat le kell tudni tölteni, fel kell tudni dolgozni, tárolni kell, és utána az elemzéseket pedig bemutatni a felhasználók számára. Hát akkor ehhez én nagyon-nagyon sok sikert, meg szerencsét, meg, meg, meg munkát, és kitartást kívánok, és hát tényleg nagyon közhelyes lesz, de csak azt tudom kívánni, hogy ez reális célként megvalósuljon tíz év múlva, és akkor már akár erről tudjunk majd beszélgetni, és hát a tudományos kommunikátori munkádat pedig külön köszönöm, hiszen kisgyermekes családapaként a gyermekeim erősen érdeklődnek az űrkutatás iránt, és azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amelyet tényleg nagyon-nagyon jól és könnyedén megszólíthatok a, a, a gyermekek is, és ki tudja, hogy majd közülük nem kerül nekem majd ki az új űrhajosok Köszönöm szépen, hogy Én is voltál, és hát nektek is nagyon köszönöm a, a figyelmet. Természetesen, hogyha ennek a beszélgetésnek mondjuk az elejéről lemaradtatok, akkor azt a szokásos fórumokon megtaláljátok, ugyanúgy, mint ahogy a korábbi beszélgetéseket is. Hamarosan újabb izgalmas témával jelentkezünk, addig is, sziasztok!